tudjuk, ami közös érdeke a Heves megyei kereskedelmi és iparkamarával közösen tartott évnyitón a megye intézmény vezetői tájékoztatták a szakképzés már elindult átalakításának újdonságairól. Talán legfontosabb az új képzési struktúra kialakítása, illetve elindítása, így a szakgimnáziumok, illetve a régi szakiskoláinkat fölváltották a szakközépiskolát, és ebben az új osztályokban kezdhetik meg az idei tanévtől a 9-eseink a tanévet. A tanév a Bornemisszában is újdonságot hozott. Vállalatok felajánlásaival, illetve önerőből mintegy 3 millió forint értékben sikerült létrehozni az intézmény új épületgépészeti tanműhelyét. Ennek kapcsán Uzelman Tamás igazgató elmondta, az iskola folyamatosan figyeli a gazdasági környezetet, ahhoz igazítja az újabb szakmák oktatását, megismertetve a tanulókkal a korszerű eszközöket. Legfőképpen az volt a cél, hogy az épületgépészetben a legújabb technikákat, a legmodernebb módszereket tudjuk a tanulóinknak bemutatni. A tanműhely avatásán dr. Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő kiemelte, ma a gazdasági növekedés elképzelhetetlen, jól képzett, minőségi munkaerő nélkül, azt szolgálja a kormányzati intézkedések is, hogy javuljon a szakképzés színvonala. Például azzal, hogy ingyenes a második szakképesítés megszerzése. Mint mondta, nemrég tárgyalásokat folytatott, amelyek célja több száz új munkahely teremtése Egerben. Ennek érdekében október elején vállalkozási fórumot rendeznek a piac szereplőivel.